önbíráskodás, garázdaság és súlyos testi sértés miatt, ahogy mondják, ugye előzetes letartóztatásban van Polgár Tamás, akit inkább Tomcat néven ismerünk. Ő a Tolvaj Kergetők nevű csoport vezetője. Ugye ők azok, akik GPS-szel ellátott, mondjuk így csali bicikliket tesznek ki az utcákra, és ha valaki azt ellopja, akkor elfogják, megfogják, oda mennek hozzá. Ugye ebben az adott esetben a feltételezett tolvajt acélbetétes bakancsal rúgták fejbe többször is. Keleti Andrea összeállítása. Én kérek még egyszer elnézést minden szovjet katonától! Provokációs céllal létrejött csoport, és ő elsősorban abban a szerepben tetszeleg hosszú évek óta, hogy olyan akciókat indít, amivel be tud kerülni a médiába. Szólnak a rendőrök! Mindig ügyelt arra, hogy a legkisebb akcióját is legalább egy kamera rögzítse. Ha arról volt szó, hogy leüt valakit, vagy éppen arról, hogy meleg felvonuláson csihol érzelmeket. Tehát, hogy van-e nálatok valami buzira veszélyes tárgy? Vagy éppen arról, hogy gyászoló romák gyűrűjében gerjeszt indulatokat. Rendőrség, jöjjön ide! Sem őket, mint szervezetet, sem magát Tomcatet nem tartom egyébként egy jelentős figurának, itt egy provokátorról van szó. És miközben egy meghatározható gondolkodói csoport élesen elhatárolódott tőle, a közben a népszerűség és a támogatottsága nőtt. Közösségi oldaluk az egyik legnépszerűbb ma Magyarországon. Kevesen tudják, de ő volt az, aki 2004-ben bedobta a köztudatba a cigánybűnözés fogalmát, amit a Magyar Gárda felemelt, a Jobbik pedig kampányszintre vitt. De mi is az, ami miatt a Tomcat jelenség életképes Magyarországon? Általában is van egy bizalmatlanság az intézményekkel szemben Magyarországon. Nem érzik úgy, hogy megvédik őket, és ebből kifolyólag, aki be tud törni ebbe a térbe ezzel az ígérettel, az népszerűvé tud válni. A Tomcat-féle társaság, akik szerintem egyébként csak a balhé lehetőségét keresik, ezt használják ki, és ezzel élnek. A tolvajkergetők GPS-szel felszerelt, nagyértékű tárgyakat hagynak gazdátlanul forgalmas helyeken. Laptopot egy szórakozó helyen, vagy éppen biciklit éjszaka az utcán. Ha valaki elviszi a csalit, akkor lecsapnak rá, és úgy tűnik, hogy erre van igény. Ami nagyon jellemző Magyarországon, hogy az önbíráskodás az egyfajta erényként jelenik meg, és ugyebár ez az, amit Magyarországon sokszor a politikai pártok, legnagyobb részben a Jobbik, és kisebb részben azért a Fidesz is kiaknáz a politikájában. Ha megnézzük a nemzetközi bűnügyi statisztikákat, akkor Magyarország egyáltalán nem a legrosszabbak között szerepel. A közepes értékű lopások azonban a legirritálóbbak. Egy mobil, egy laptop vagy egy bicikli. A rendőrség, ha nincs tettenérés, nemigen tud eredményeket felmutatni ilyen esetekben. Ezt a részt használja ki Tomcat kicsiben, a jobboldali pártok pedig nagyban, mondja az elemző. Az a kérdés, hogy a társadalom úgy látja-e, vagy a társadalom egyes csoportjai, hogy ilyen szervezetekre szükség van. És azt gondolom, hogy nagyon sokan látják így. De erre a létező állampolgári igényre ad valamiféle, hát nyilvánvalóan torz megoldást a tolvajkergetők. Természetesen megkerestük a rendőrséget is, és a tolvajkergetőket is, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre. De ők nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. Keleti Andrea, 7-24.